A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, kedves agrárgazdák, a következő időszakban, legalábbis két hétre előre tudok jósolni, egy rangos szakmai vendég a stúdiónk vendége, még pedig Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese. Tisztelettel köszöntelek. Jó napot. Nagyon sok mindenről kell beszélnünk, annál is inkább, mert hogy így az esztendő végén azért már kristályosodott előttünk, hogy mi történt mindez idáig, és mi vár ránk a következő esztendőben, hiszen ne feledjük, kulcsév lesz 2023, és nem csak a közös agrárpolitika reform okán, hanem nagyon sok minden másból. Most azonban tekintsünk vissza, mert idén például itt volt számunkra, azt hiszem, hogy az agrárgazdák lehajtott fejjel beszélnek erről, vagy az eget nézik, a történelmi méretű idei asszály. És ez bizony rávilágított arra, hogy az agrárium szereplőinek számolniuk kell a klímaváltozás drasztikus követelményeivel. Tehát a kérdés, hogy hogyan hatott a klímaváltozás a magyar agrárgazdaságra? Hát valóban a kérdésfelvetés jogos, és csak azért, hogy tényleg a nézők is érzékeljék, hogy a probléma mennyire kiterjedt, hogy nyilván az idei évben voltak olyan gondok, amik egyenként önmagukban is sok problémát okoztak volna. A háború, az energiaáraknak az emelkedése, műtrágya áremelkedés, szóval sok ilyen piaci dolgok voltak, infláció, ami gondot okozott. De azért mégis azt kell, hogy mondjuk a mezőgazdaságban a legnagyobb problémát az okozta, az az aszály, ami idén volt. Ennek annyira drasztikus a hatása a kibocsátásunkra. Nem tudjuk még egész pontosan számszerűsíteni, de azt biztosan tudjuk, hogy több mint 1000 milliárd forint bevétel kiesés az, amit el kell szenvednie a magyarországi mezőgazdasági termelőknek. És azért persze mindenki az elmúlt években beszélt már a klímaváltozásról, tiszta volt, hogy ennek hatása lesz arra, hogy hogyan végezzük a mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, de az idei évben kiderült, hogy olyan dolgokban is el kell kezdenünk gondolkodni, amire sokáig nem hittük volna, hogy nekünk foglalkozni kell. Nevesítsem. Hát a legfontosabb ebbe az, hogy azért mi mindig azt gondoltuk, hogy Magyarországon van elég víz. Hogy a mi problémánk az igazából az, hogy a Magyarországon meglevő vizet nem tudjuk hatékonyan kijuttatni a földekre, hogy az öntözés a problémánk, oké? Tehát, hogy ez az elmúlt években erről beszéltünk, hogy az öntözés kellene fejleszteni. És sajnos az idei év bebizonyította, hogy ennél a probléma egyen mélyebb, hogy van-e elég vízünk? Már ez is kérdéses. Ezzel mi soha nem gondoltunk, hogy ezzel a kérdéssel számolni kell. Ugye egy medencébe vagyunk, ide befolyik a víz Magyarországra. Mi mindig úgy gondolkodtunk Magyarországra, hogy Magyarország az egy víztermelő ország, tehát a víz egyenlegünk az pozitív, itt van elég víz, csak nekünk kell fejlesztenünk, hogy ezeket öntözés keretében kijuttassuk a megfelelő helyre. És az idei év azt bizonyította be, hogy nem egészen így van. Lehetnek olyan extrém körülmények, amikor már az is probléma, hogy van-e egyáltalán elég vízünk. És hogy igenis, a gondolkodásunkat is egy picit át kell állítanunk, és azért most már azt gondolom, hogy az elmúlt fél évben ezzel kapcsolatos híreket, az láthatta, hogy azért elkezdődött az a gondolkodás, hogy sajnos el kell kezdenünk foglalkoznunk azzal, hogy duzzasszuk, hogy bent tartsuk a vizet Magyarországon, hogy ne engedjük kifolyni az országból a vizet. Igen, hiszen ne feledjük, Európában a legtöbb vizet mi bocsájtunk ki ahhoz képest, amennyi bejön. És ennek tükrében nagyon jó volt Nagy István bejelentése, hogy nem csak a csatornahálózatot kell megújítani és fejleszteni, hanem meg kell tartani a vizet. Így van, ez a lényeg. Tehát, hogy ma már nem csak az öntözésről kell beszélnünk, hanem arról is beszélnünk kell, hogy ezt a vizet, mi ezt így mondjuk, hogy ott tartsuk a tájba. Ez nyilván más jelent dimbes-dombos területeken, ahol könnyebb kialakítani tározókat, más jelent a laposabb alföldi területeken, ahol inkább ezeket csatornákban kell a vizet meg tartani, de alapvetően már ez is egy nagyon fontos előrelépés, hogyha ebbe előre tudunk mozdulni, mert sokszor az öntözés mellett
legalább ennyire fontos az, hogy a talajvízszint milyen szinten van, és milyen mikrokíma alakul ki, és egészen más az a helyzet akkor, hogyha ez a víz ott van helyben, akkor mind a mikroklímának, mind a talajvízszintnek ez kifejezetten jót tesz, és azt gondolom, hogy azért ebbe kellett egyfajta. Most mindenki, biztos vagyok benne, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ez evidens, meg nem tudom én, ezt miért nem gondoltátok így eddig is, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért itt a gondolkodásunkban a vízügyi szakembereknek is, nekünk is egy pici fordulatot kell végrehajtani, hogy ez hogyan alkalmazkodjon. Igen, közösen kell gondolkodni mindenképpen. Így tehát van. A víz megtartó készség és képesség hazánkban alapvetés kell, hogy legyen ismételten. Én nemrégiben, ez csak egy mellékszál, egy gazdával beszéltem, akiről tudjuk, tehát azért nem is nevesítem, hogy minden évben egy-egy oldalt elszántott a régi csatornából, hogy arra úgyse lesz szükség soha többé, hiszen itt mi nagyon jók vagyunk, aztán kiderült, hogy mégis. No, igen, tehát... de még egy dolgot tudom, hogy azért itt ilyen szabályozás politikai eszközök is beletavatkozik. Tehát például az új kapnak egy apró pici kis részlete, de mégis fontos, hogy eddig a termelőket olyan helyzetbe hoztuk, hogyha vízzel fedettség volt az adott parcellán, akkor ő a vízzel fedett részre, amin a belvíz át nem kaphatott támogatást. Az a támogatásból ki lett zárva az az adott terület. És most 23-tól megváltoztatjuk a támogatható területeknek a definícióját, és nem kényszerítjük arra a gazdálkodókat, hogy ő a vizet leeressze. Nem baj, ha ott van a víz. Neki is, nekünk is jobb lehet ez akár, és ezért nem kell csak azért leereszteni a vizet, hogy ő a támogatást megkaphassa, hanem ott azon az adott gyep területen mondjuk nem probléma, hogyha áll. Víz, mert annak ellenére is meg fogja kapni a támogatást. Tehát tovább az aszályra, nyilvánvaló, hogy egy árrobbanást okozott a gabonapiacon, méghozzá nem is kicsit. Arról nem beszélve, hogy értelemszerűen hazánkban is az éghajlati viszonyok az Alföldön teljesen mások, mint itt a Mezőföldön, vagy éppenséggel északon, így aztán óriási bajba kerültek. A hektáronkénti átlag a haszonnövényeink közül mindenütt viszonylag jó volt ennek tükrében, mármint itt a környékünkön legalábbis. A délen nem, hiszen én jártam Erdélyben, ott ugyanaz volt a helyzet, mint Bács-Kiskunban, vagy még délebre. Tehát jószerivel a legfontosabb kenyérgabonánk a búza, de a kukoricára és a napraforgóra ugyanez volt. Nagyon-nagyon kevés termet. Igen. Itt a nyugati része, minél nyugatabbra megyünk, annál jobbak voltak a számok, de azt azért el kell mondani, hogy Pest megye déli részén, Bácsba, Békésbe, Hajdubiharba, főleg a kukoricánál ilyen középkori, tehát 500 évvel ezelőtti hozamok voltak, tehát ilyenek, hogy 600 meg 800 kiló hektáronként, ugye egy normális évben ez ilyen 8-10 tonna is tud lenni, tehát egészen elképesztő volt, és csak érdekességképpen mondom, hogy a mi szám felmérésénk alapján, például a kukorica vetés terület esetében körülbelül ilyen 20, a vetés terület 24-26%-án egyáltalán nem is lehetett betakarítani, tehát hogy egyszerűen nem termett meg semmi. Tehát azért ezek egészen drasztikus számok. Én nem gondolom azt, hogy a jövőben 10-ből 5 év ilyen lesz, mert ezen túl minden év ilyen lesz. Ez egy nagyon-nagyon extrém év volt ez az idei, de azért föl kell készülnünk arra, hogy az idejében bizonyította, hogy van kockázata ennek, hogy ennyire rossz éveink legyenek. Miként hatottak a terménypiacra? Az igazság az, hogy ez már az asszály előtt elindult ez a folyamat. Ugye már a tavalyi év végén elkezdtek a műtrágyárak rendkívül drasztikusan megemelkedni. Már akkor ugye a gázpiacon olyan bizonytalanságok voltak, aminek a tovább gyűrűző hatásaként a műtrágyára elkezdett emelkedni, és már akkor elindult egy áremelkedés, és ez párosulva azzal a háborús bizonyt, amit a háború kiváltott bizonytalanságot. Azért ezt tudnia kell mindenkinek. Ukrajna nem Európa, hanem világszinten az egyik legnagyobb előállítója búzának, kukoricának, napraforgónak, konkrétan a világon legnagyobb előállítója Ukrajna. És ez az egész világpiacon kiváltott egy olyan bizonytalanságot ez a helyzet, hogy emiatt az árak felemelkedtek, és sajnos pont ezzel párhuzamosan Magyarországon minket meg ez az iszonyatos aszály megütött, ezért jóval elmaradtak a termés mennyiségeink az elmúlt évtizedek átlagaitól, és ez így összességében eredményezte azt, hogy egyértelműen volt egy növekvő tendencia, ami azért az elmúlt hónapokban megállt, tehát azért most már nem növekszik tovább az ára ezeknek a terményeknek, de az biztos, hogy ugrott.
ha az ember egy kicsit nagyobb perspektívában nézi évtizedeken keresztül, akkor azért azt lehet látni, hogy a második világháború óta volt egy-két ilyen alkalom, amikor ilyen nagyot ugrott, ugye a 70-es évek olajválsága például egy nagyon jó példa erre. És azt lehet mondani, hogy egy ilyen nagy kiugrás után mindig egy kicsit visszakorrigál a piac. Tehát azért visszajönnek egy picit az árak, de soha nem megy már oda-vissza, ahol előtte volt. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen 40 ezer forintos tonnánkénti ár, az már valószínűleg soha nem fog visszajönni. Igen. Tehát már egy magasabb ár, az új egyensúlyi ár, az egy jóval magasabb szinten fog beállni, mint a néhány évvel ezelőtti ár. Mire kell ügyelni a gazdáknak ilyenkor az értékesítésben? Hiszen azért nyilvánvaló, hogy aminek itthon kell maradni, az természetesen itthon marad. Tehát, de a nagy cégeknél, hiszen azért az meghatározó számunkra. Igen. Nyilván mindenkinek egyedi az esete, tehát én nem tudok így távolról adni egy jó tippet, de azt azért látni kell, hogy Magyarország egy nettó exportőr ország. Tehát én ezt akarom mondani, még egy ilyen szörnyű évben, mint az idei év is, annyi búzát meg kukoricát bőven előállítunk, mint amennyire Magyarországon szükség van. Ezzel én csak azt akarom mondani, hogy azért én azt gondolom, hogy mi alapvetően itt Magyarországon azért abba vagyunk érdekeltek, hogy a piacok azok átjárhatóak maradjanak, hogy a termények tudjanak mozogni, mert mi előállítunk annyi terményt, hogy nekünk érdekünk az, hogy exportálni tudjunk. Ugye Magyarország, mi itt valamikor a tavasz folyamán egy picit megijedtünk, hogy lesz elég takarmánynak való termény Magyarországon, és ezért a minisztérium bevezetett egy ilyen engedélyezési rendszert. Önmagában az, hogy a minisztérium szeretné pontosan látni, hogy mennyi búza, kukorica, napraforgó, repce megy ki Magyarországról, szerintem ez nem probléma. Ugye ez az EU csatlakozásunknak egy ilyen furcsa mellékhatása volt, hogy ugye mivel nincsenek országhatárok, ezért nem voltak soha igazából pontos adataink arról, hogy ezek a termények hogyan jönnek, mennek, ugye addig, amíg a EU határon belül vannak. Tehát én ezt önmagában nem érzem problémának, hogy ezt szeretnénk látni, hogy pontosan mi megy ki, hogy ezt nyomon követhessük, de azért én azt gondolom, hogy alapvetően a mi érdekünk az, hogy ezekkel a terményekkel lehessen kereskedni. Érintőlegesen beszéltünk már az orosz-ukrán háborúról. Nyilvánvaló, hogy a következményeivel számolnia kell a valamennyi élelmiszergazdaságnak egész Európában, sőt a világon, tegyük hozzá. Viszont számunkra ez a változó makrokörnyezet mit jelent a magyar agrárgazdaság számára? Igen. Hiszen itt azért a hitelfelvétel, a finanszírozás, az input anyagok drágulása és egy csomó minden még közrejátszik ebben. Igen, először egy picit hadd beszéljek még mielőtt a hitelről, meg ilyenről, hogy a mezőgazdasági aspektusáról ennek a dolognak. Tehát azt mindenkinek tudnia kell, hogy Oroszország egy nagy élelmiszerimportőr ország volt, de még több mint 10 évvel ezelőtt letettek egy élelmezésbiztonsági stratégiát, egy orosz élelmezésbiztonsági stratégiát. És az oroszok nagyon aktívan, több mint 2009 óta építik a saját mezőgazdaságukat. Tehát ezt ők nagyon sok pénzt, forrást, munkát beletettek abba, hogy Oroszország amiből csak lehet, abból önellátóvá váljon, vagy akár ki is lépjen, mint exportőr a nemzetközi piacra. Tehát azért az oroszok ma sokkal kevésbé kitettek a világpiacnak, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt voltak. Tehát ez az orosz helyzet. Az ukránok ugye kifejezetten egy nagyon erős exportőri ország, és idén februári háború kiterést megelőző években nagyon erősen fejlődött az ukrán mezőgazdaság külföldi tőkebefektetések eredményeképpen, ezt el kell mondani, de azért Ukrajnában olyan mezőgazdasági üzemek vannak, amit mi nem tudunk elképzelni. Tehát olyan parcellák vannak, hogy a traktor 2 órán keresztül megy az egyik irányba, tehát és utána kell csak visszafordulni. Tehát tényleg ilyen nekünk, európaiaknak egészen elképesztő méretek vannak, és azért ez elkezdte éreztetni azt a hatását az elmúlt években, hogy az ukrán mezőgazdaság nagyon erősen jött föl. Olyan mennyiségeket állítanak elő kukoricából, búzából, napraforgóból, ami már a világpiaci szempontból is és jelentősnek tekinthető. És az észak-afrikai országok a másik oldalt, meg
bocsánat, hogy nem tudom, hogy ez politikailag nagyon korrekt lesz ez a megfogalmazás, de túlnépesedett országok, tehát nagyon sokan élnek ezekben az észak-afrikai országokban, közel se képesek annyi élelmiszert előállítani, mint amennyire nekik szükségük van ahhoz, hogy az ott élő embereket etessék, és ezért itt kialakult itt egy nagyon jó üzleti kapcsolat. És ez az, amit fölborított ez a háború. És az elején ez rendkívüli hullámokat keltett. Senki nem tudta, nagyon bizonytalanná vált az egész piac, aminek nyilván az lesz a vége, hogy az árak is egy ilyen ide-oda ugráló tendenciákat mutattak. Azért az elmúlt hónapokban sokat tisztult ez a piac. Tehát én azt gondolom, hogy elkezdte az ukrán termények megtalálni az útjukat, egyrészt hajóval is ki lehet jönni, másrészt el kell mondani, hogy ami néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, de most már vonaton is azért elkezdett mérhető mennyiség érkezni, egyébként többek között pont Magyarországra is ezekből az ukrán terményekből. Tehát most már azért a magyar gazdák érzékelik. Én például kifejezetten sok levelet, e-mailet kapok ebből a témából, hogy hát miért jön be ennyi ukrán kukorica Magyarországra, és ez az ukrán kukorica töri le az árat. Szerintem ennél komplikáltabbak ezek az összefüggések, de az kétségtelenül igaz, hogy azért most már a magyarországi átrakodó kapacitások, ezt nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy ugye itt van egy ilyen technikai probléma, hogy más a nyomtáva volt orosz tagállamokban, mint az európai országban, és ezért mindig át kell rakodni ezeket, de azért ilyen 100-200 ezer tonna közötti mennyiséget havonta ide tudnak tolni ezeken a működő kapacitásokon. Tehát azért ennek egyértelműen van egy piaci hatása, hogy ezek a termények ide megérkeznek. Tehát ha a háborúról beszélünk, az bizonyos értelemben ugye letörte a gazdák kedvét, ha úgy tetszik, egyik oldalról, a másik oldalról pedig meg is jöhetett a kedvük, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a legfontosabb kenyérgabona, illetve takarmányosszőrre, kukoricára gondolok, illetve még a napraforgót tegyük hozzá, eredendően is a magyar agrárgazdaságnak óriási szüksége. Hát ezért nagyon fájdalmas ez, ami ebbe a mostani évben történt, mert az igazság az, ha most nem lett volna ez az asszály, és most egy jó termésünk lett volna, akkor ugye máskor, ha jó termésünk van, az általában azt jelenti, hogy egy picit lemegy az ár, mert nagy a termés. De most az a háború miatt az ár magas lett volna, közben jó termés, a valaha legjobb évünk lehetett volna, csak sajnos emiatt az asszály miatt ez elment, és ezek tényleg extrémek. Tehát tényleg vannak olyan termelőink, főleg itt a déli keleti részen, akiknek csak költségük van, és nincsen bevételük szinte egyáltalán. Mert egyszerűen nem maradt meg a kukorica. Szomorú, hogy az asszály helyett, asszály mellett értelemszerűen a megugró hitelkamatokról is kell, hogy beszéljünk, igen, mert hiszen a költségeket ez is növeli jelentősen. Ez egy folyamat része, vagy most általában így működik, hiszen azért nagyon jól látjuk, hogy általában a gazdaságok, és nem csak az agrárgazdaságra gondolok, kerültek válságba, és nem csak a háború okán, hiszen ne feledjük azért a koronavírus járvány is jelentősen hozzájárult ehhez. Igen. Hát általában azt lehet mondani, hogy amikor az infláció ennyire tehát ilyen erős inflációs környezetbe kell dolgozni, az mindent elbizonytalanít. Akik így velünk egyidősek, most elnézést kérek, azok emlékeznek, hogy volt már ilyen Magyarországon, tehát a 90-es években is dolgoztunk hasonló inflációs, meg finanszírozási mutatók, mert lehet ekkor is tevékenykedni, de azért ilyenkor minden rizikosabb, minden kockázatosabb, ilyenkor lehet nagyokat nyerni, de óriásiakat is lehet rúgni, akár egyetlen rossz döntéssel. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván ez az erős infláció, ez eleve okoz egyfajta bizonytalan, és hát a másik oldalról meg látni kell, hogy sajnos, ha ennyire drága a pénz, mert gyakorlatilag amikor finanszírozásról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy én mennyi pénzért tudok pénzt venni. Igen. És ha ennek ilyen magas az ára, akkor azért mindenki sokkal jobban meggondolja, hogy ő milyen fejlesztéseket, milyen beruházásokat csináljon. Tehát ennek azért hosszú távon negatív hatása. Arról nem beszélve, hogy a hitelmoratóriumra minden eddiginél nagyobb szükség van mindenképpen. Igen, a hitelmoratórium, én azért mindenkinek szeretném azt ajánlani, hogy mindenkinek ezen érdemes gondolkodni a hitelmoratóriumon. Tehát ugye most éppen már túl vagyunk a jelentkezési határidőkön, de azért én azt mondtam annak idén is a gazdálkodóknak, hogy ha ő tud fizetni,
akkor azért lehet, hogy nem az a helyes döntés, hogy él a hitelmoratóriummal, hanem az, hogyha fizet. Oké? Tehát, hogy azért én nem azt mondom, hogy mindenki használja a hitelmoratóriumot, én azt mondom, hogy mindenki gondolja át, számolja ki, beszéljen a bankjával, és utána hozza meg ezeket a döntéseket. Mert egyik oldalról ugye az állami, további állami könnyítések segíthetnek az a hitelfelvételében, de viszont nem tudjuk, hogy ez mennyire hatékony megoldás, ha a jövőt is... Persze, ugye most ezekkel az agrárszécsényi termékekkel próbálnak olyan segítségeket nyújtani, hogy egy ilyen csökkentett kamat mellett lehessen ezeket a hiteleket megkapni. Csak azért azt mindenkinek látnia kell, hogy ez egy drága dolog. És ezeket, amikor kamatot támogatunk, azt is figyelembe kell venni, azért az EU azt is végső soron támogatásként kezeli, és ezeknek azért megvan a végső határa, hogy egy kedvezményezett maximum mennyi ilyet kaphat. Tehát azért ezekkel, amikor a kormányzati szinten ezeket a döntéseket meghozzák, azért ezt óvatosan kell azért kiszámolni, mert azért amikor már itt ilyen 10%-os kamattámogatásokról beszélünk, azoknak iszonyatos a költségigénye. Összességében túl vagyunk a nehezén? Vagy 2023 lesz az a kulcséva, hogy kezdtük ezt a beszélgetést? Én azért azt gondolom, hogy még egy nagyon nehéz fél év előttünk áll. 2023 első fél évében emiatt, a piaci bizonytalanságok miatt, a közös agrárpolitika változása miatt egy nagyon kemény fél év lesz előttünk. Azért sokaknál csak ezek, hogy mondjuk hogyan változtak az energiaárak, ez milyen költségeket jelent, ezek most kristályosodnak ki ezekben a hónapokban. Tehát én azért még én senkinek nem mondanám azt, hogy dőljön hátra és mondja azt, hogy minden rendben van. Egy nagyon nehéz fél év van előttünk. A jó hír az, hogy vagy azért az teljesen egyértelműen látszik, hogy a mezőgazdasági terményekre szükség van, piacunk lesz, tehát hogy a jövő egyre nem tűnik rossznak, de egy nagyon kemény fél év áll előttünk. Innét folytatjuk, Papp Gergelynek köszönöm szépen. Kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, a következő Agrárinfóban is Papp Gergellyel találkozhatunk, és a kiútkeresés a takarmányozásban és sok minden, gabonahelyzet, a jövő évi takarmánypiacra gyakorolt hatását, sok mindenről fogunk beszélgetni. Tartsanak akkor is velünk. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.